A 3 perce beszélgetünk, rájött, hogy én ilyen humor vonalon mozgok. Azt mondja, olyan fáradt vagyok, nem mondaná egy viccet? Hát az úgy útépítőnek sem mondják, hogy gyorsan egy 4 méter autópályát ide. Mondom, csak úgy tudtam visszavágni. Nem, nem tudok viccet mondani, de nem láttam ma a híradót, Pálfi úr. Mondaná egy hírt. És szegény ember ott küzd, hogy Miskolcon egy kórházat, irám néz, 2 ember utazik a vonaton. 2 ember utazik a vonaton. Hát, nincsen hír, nincsen vicc, kész. Így alakult a karácsony. Én karácsonykor duplán szívok, mert Ádám és december 24, tehát egy napon van a névnap és a karácsony. Ez feldolgozhatatlan. Tehát olyan, mintha egy napon lenne a temetésed és az esküvőd. Tehát, hogy bárkit felhívok, megiszunk egy sört, akkor hülye vagy, szent teste vazert. És jönnek a messziről nem látott rokonok, egy nagy ajándékot vettünk Ádámka. Névnap, karácsony! Elképzelni nem tudom, milyen egy névnap karácsonyfa nélkül. Nem tudom. Milyen egy karácsony névnap nélkül, nem tudom. Mondtam anyának, anya, könyörgöm, egyszer nyáron tartsuk már meg a névnapomat. Azt mondta anya, jól van kisfiam, legyen neked karácsony. Csak azt ne. Magamról akkor néhány szót. Külkereskedelmi főiskolára járok, hát 4. éves vagyok, probléma annyi, hogy 3 éves a főiskola, tehát... Van egy kis desszert íze, mert ők már annyira ki szeretnének rúgni, én meg annyira ott szeretnék megmaradni. Na most volt egyszer, hatszor megbuktam matematika szigorlaton, és azt mondták, Ádámka, elfogytak a lehetőségek, nincs tovább. Vagy írsz egy dékáni méltányossági engedélyt, és akkor az igazgató elolvassa, talán elmehetsz még egyszer. Én egy olyan szívhez szóló, 4 oldalas levelet írtam, hogy egy zsepit így oda tűztem a végén, ha nehogy Isten elérzékenyülne a dékán úr, oda tűztem. Annyit mondanék, 56 Trianon benne volt a levélben. Vízszeres a lábam, vízes a tüdőm, csak mehessek még egyszer. Anyukám kiabál a konyhából, írd bele, hogy én meg iszok és nyerőgépezek. Kösz, anya! Hát szociális helyzet alól tekintettel elmertem még egyszer. 51 ponttól 2-es, 51 pontom lett. Hát konfettizápor, tűzjáték, minden volt a matek tanszéken, tehát Ádámkának sikerült. Volt egy olyan feladat, A-tól G pontig így be kellett helyezni a koordinátorrendszerbe a pontokat. 400 ember előtt felúlít egy kis hölgy. Tanár úr, nincs meg a G pontom. Tanár úr, enyhén emelt egyet az acskón. Hát, vizsga végén megkeressük tényleg. Tehát nem tartozik a maradék 399 emberre. Egyébként ez az első olyan oktatási intézmény életem során, ahol nem köszön vissza a családtagom, mert én tanárgyerek vagyok. De annyira durván apa, anya, mindenki tanár. Annyival súlyosbították a helyzetet, a saját anyám volt a történelem tanárom gímiben 4 évig. Tesóm azért tanult pszichológusnak, hogy én ezt fel tudjam dolgozni. Ez így van. Lediplomázott, sikerrel túl vagyunk a problémán. Az, hogy anyával kezdődik a töri óra, ez így vicces egy szempontból. Tehát az, hogy úgy jelentkeztem, hogy anya, azt az osztály szeptemberben feldolgozta tényleg. Tehát ezzel nem volt gond. Hát otthon persze tanárnőnek hívtam, de ez már a mi dolgunk. Elmegyek iskolába, mint egy ember, hátizsák a hátamon, osztálytársak az ajtóba, megállítanak 18-an. Álljál meg, itt van anyukád. Írunk? Nem tudom, meg apád hol dolgozik? Azt mondja, a MÁV-nál. Na, Szűzesabony felé mikor van csatlakozás? Nem tudtam. Kész. Köszönöm szépen. Képzeljétek, mi történt velem, nem fogjátok elhinni. Elromlott a kábel tévém, és... Nem erre számítottál? És hát szolgáltató nélkül mondom, most hívtam kábel TV szerelőt, azt mondják, hogy reggel 9-re érkeznek, nagyszerű, 12:30-kor kopogtat egy kollega, azt mondja, volt most ez a óraállítás.
Hát te figyelj, már nem hatott, bazd. Miről beszélsz, hülye gyerek? Ő ezzel a 7 órás késést megmagyarázta. Volt most ez az óraállítás. Első mondata a lakásba a csávónak, használhatná a mostót. Kérlek, vendégem vagy? 35 perceben van. Mondom a csajomnak, hát ez félreértem ezt a feladatot. Hogy mindjárt odaszadik valami plazma tévét. Ki fogja azt kifizetni? 35 perc után kijött, a második mondata a lakásba, most egy darabig nem mennék be. Mi van? Oda megy a tévéhez, azt mondja, jaj, hát én ilyen szerszámot nem is hoztam. És elment. Én azt mondom, hogy ha fektetünk energiát a szélhámosságba, gyönyörű eredményeket lehet elérni. A kedvenc kalapomat hagyd mondjam el, egy pizzafutást sikerült nagyon kellemesen átverni. Van egy hófehér mackóalsó, mit kezdődik a történet? Nem szabad hófehér mackóalsót venni emberek, mert egyután mosni kell sajnos. Most már mindegy megvan, és hazamentem, felvettem, de fehér póló volt rajtam, fehér zoknival. Észre se vettem, hogy nézek ki. Jöttem, mentem, hazajön barátnőm, így benyit. Úristen, hogy nézel ki? Mi vagy te, pék? Nézem, ja, hát kedves vagy. De mondjuk bűtős, egész este ezt játszottam, kis Ádám a nővérfiú, nagyon élvezte, hogy ilyen fiktív Marikákat tologattam, minden rendben lesz, Marika. Ne tessék aggódni, Marika. Azt mondja a csajom, hogy miért nem pakoltál össze? Hát a normális vagy, hát a horvát főorvos van ügyeletbe, bazd. Én nagyon komolyan vettem a játékot, csak ezt akarom mondani. Pizzát rendeltem, azt meg elfelejtettem, ugye, mert nővéreset játszottam. Egyszer csak csörög a kaputelefon, pont jöttem ki vizitről. Így vettem fel, tessék ambulancia. Azt jelent valaki, hogy pizza? Mit csináltál? Pizza? Mondom ott a főnővérnek, Jolika. Létezik, hogy már csirkék horják a pizzát? Itt kopkodál en a csávóval. Hallom, Omre, gyere, 8. emelet, és letettem a kaputelefon. Mondom a csajomnak, hol a fehér klumpád? Megyek ki sokkóni, hát annyi időm van még felér. 37-es klumpában, 45-ös lábam van. Tetőtől talpig hóférbe álltam a lifttel szembe, és így, fú, úgy is néztem, mint egy belgyógyász. Nehogy ezen múljon, nem tudom, hogy néz egy belgyógyász, lehet, hogy úgy néztem, mint egy nőgyógyász, ezt nem tudjuk. Nagyon orvososan néztem, és így kinyílik a lift a csávónak, és hát ennek a csirkének meg ráomlott az arca a pizzára. Az még egy feltétott a pizzafutár arca. Ó, mondom, ne jegy meg cimbora, na gyere, gyere, gyere. Ide hoztad a széklet mintát? Ja, ő nem, nem, így ment a... Mert a tükörnek a liftbe. Ő nem. Ajaj, tévedés, ez pi. Pizza. Na, kifizetem, már pont éjszakás vagyok. Én láttam a csávó arcán, hogy halljak meg, ő ezt nem érti. Tehát, hogy itt most valami kiskórház üzenem a 8. vagy mi? Aló? Ja, én meg az üres lakásba üvöltöztem, hogy Józsi bácsi, Katéter, ne tessem már babrálni, vazán. 2 percig nem vagyok. Teljesen összezavarodott a csávó, ez a lényeg. Gondoltam már, lelövöm a poént. Úgyhogy visszaszállt a liftbe, belenéztem a szemébe egy ilyen 1,5 centiről, mondom neki, hogy holnap 3-ra kell majd visszajönni kontrollra. Másnap nem voltam otthon, úgyhogy lehet, hogy jött egy kis vizelettel, nem evett, nem volt egész nap semmit. Azt nem tudom, miért van, nem lehet inni meg enni egész nap semmit, amikor vérvételre mész. De azt láttam kiírva, ott tartunk orvostudományilag, hogy merplasztika akció, ez volt a körúton kiírva. Hát gondolom egyet fizet, 2-t kap, mert az úgy meg ugyanem. Akció. Azért van olyan, hogy engem is szivatnak, visszanyal a fagyi, mert betalált egy fesztiválon egy nagyon nagy darab ember. A nagyon nagy darab emberekkel én nem szoktam vitatkozni, tehát általában az van, amit ők mondanak.
katapultálásra invitált. Katapultált-e már valaha valaki? Hogy aki igen, az már... Itt sincs. Jó van. Elmondom, mi a katapult. Ez a felfele bungee jumping, hogy beültetnek egy ilyen fotelba, és akkor így, pff, kilőnek az égbe. Ennyi. Ja, az üzemeltető szerint pedig a gecibe. Nem jobb, nem jobb a helyzet. Fesztiválom, vége a fellépésemnek, ott állok a pultnál, 59 fok van árnyékba, jön egy ilyen pingpongasztal alakú csávó, de botrány, nem az a nagy, az a kurva nagy. Az a borzasztó nagy, így, így jött, azt mondja, hogy hallod? Így nézem, ez egy ember? Jó fasz, ez valami csoport. Ez egy ember? Hallod? Én mindent hallok. Már azt is, hogy jössz. Mi van? Hallod? Nem te vagy a... De. Lényegtelen. Tehát azt mondja, a harangozóteri én vagyok. Én nem vitatkozom. Azt mondja, hátul álltam, láttam a műsorodat. Kajakra mondom, behugyoztam. Na, de várjál, itt még nem tudjuk, hogy én örülök, vagy nem örülök egyelőre. Egy Szombathely nagyságú ember behugyozott rajtam. Hát. Kedves egészségedre, azt mondja, hálám jeléül, kilőnélek én a katapulttal. Ott annyi lesz, hogy most te húgyozol be. Nézd, nagyon kedves vagy, meg minden, de nem fogadhatom el, meg tériszonyom van, meg köszönöm, de én azt mondtam, akkor jó. Hogy épp kérdezni akartam, hogy nem lehet-e behugyozni valahol. Tehát, hogy annyira foglalkoztat a probléma, vagy itt behugyozok, azt hagyjuk egymás békén, nem? Hogy ha ez ennyire kardinális, kisfiam, fogja az ogre, beültet egy ilyen, hát, már nem szék, de még nem fotel, 500-szor beszél az így. Én annyi mozgástelen maradt, hogy pislogni tudtam. Azért nálam az már pánik. Még egy nacial összehúzta mind az 500-at, azt mondja, mindjárt jövök, most már nem ennyi sehova. Nem terveztem. Üldögélek, jön vissza. Kilövéshez készen állunk. Többes szám, ember. Biztos a názával meg kell beszélni. Azt mondja, mostantól kapaszkodjál, kis köcsög. Egyből vége lett a művész urazásnak. Azt mondom, figyelj már, nagy köcsög, hogy mibe kapaszkodjak? Most köröztél egy székhez, nem tudom, emlékszel-e rá. Azt mondja, igaz, akkor szorítsd össze a segged. Hogy nincs több opció, hogy így sem. Én akkor ezt választom, ezt a másodikat, hogy hát én még más segét is ezen nem újon szorítom. Egyszer csak így két oldalt, elkezd feszülni a gumikötél. De most mielőtt ezt elmondanám, a seg összeszorításnak emberek sem értelme, tehát nem osztam szorol, de ezt beláthatjuk. Például most össze van szorítva a segem, jobb-e valakinek? Most nincs. Érzel különbséget? Most csak az egyik. Érzel valamit? Na, mondom, hogy ugyanaz, tök más, ugyanaz. Most megint össze van szorítva, mindegy, hagyjuk. És most megint nincs. Na, mindegy, hagyjuk. Én még a cipőfűzőmet is így, ha? Egyszer csak két oldalt így feszül a gumikötél. Pislogok. Hát úgy kapaszkodtam, meg izgultam bal, meg jobb szemmel, ezek lettek a lehetőségek. Mondom, mielőtt én itt elsülnék, abból így hátrafordultam a csávóhoz, hanem majd annyit tegyél már. Puh! Mondat közben. Kilőtt az égbe, vagy hát szerinte a gecibe. Emberek 3G-vel lőtt ki, elképzelésem sincs ez micsoda, azt tudnám mondani, hogy én így még nem siettem sehova. Ha egy mondatba kéne megfogalmazni, azt tudnám mondani, hogy én nem tudom, hogy hova megyek, de mindjárt ott vagyok. Ja, volt még egy nagy darab valaki, aki így belém kötött. Robert. És hallottátok? Hallotta valaki, hogy
nem hallottátok, mindegy. Filmkritikus. Ő az a fajta filmkritikus, aki a Titanicba Jéghegynek szurkol. A Philadelphiába meg az AIDS-nek, úgyhogy... vannak kellemetlen dolgok az ember életében, ezt el kell viselni, hölgyeim és uraim, aranyér, puzsér, egyikre se tudnék leülni egy asztalhoz. Nem lehet ezzel mit csinálni. Nem tudok mit kezdeni egy olyan emberrel, mert mondják, hogy nem volt gyerekszobája, volt gyerekszobája, ablak nem volt rajta. Nem ez a baj, 30 évesen hagyta el először. Na, mindegy, ő eljött stand-upos humoristának, én nem mennék el kritikusnak. Köszönöm szépen a figyelmet, köszönöm, hogy szerettek, sziasztok! Nagyon szépen köszönjük szépen, újra itt van a Show Club. Eltelt a nyár, hál' Istennek, úgyhogy folytatjuk. Innen Kis Ádám vagyok, vagy Kovács András Péter, vagy Szupkai Viktor, vagy Kőhalmi Zoltán. Ezt mindenki döntse el otthon a tévé előtt, a nappaliba. Nyár elmúlt, át kell adnom feldolgozhatatlan számomra. A Balatonon láttam kiírva egy táblám. Dinnye 100, melóne 120. Hagyok időt, tehát itt valószínűleg a tolmácsot kellett megfizetni. Pista, hogy van a dinnye? Melóne. Jó, ott egy 20-as minden dinnyén a tiéd. Ha vagy, jó van. Feldolgozhatatlan témáim 2. Megyek a nyugati aluljáróban. Nevezzük cigány asszony, kiabál a gyereke után. Richardka! Richardka! De így, mint az állat, Richardka le se szarta anyát, így ment előre. És egyszer csak megfagyott, tehát, hogy nem fordult vissza, hanem így, hát gondolom, akkor lett 100%-os a feldolgozottság. És így visszafordult, hogy mi? Az anyja meg összehúzta a szemét, és azt mondta, nem mi, hanem mi van? Nem vagyok öreg. Nem vagyok annyira öreg, de az én időm még az volt, hogy nem mi, hanem tessék, nem? Az már nem menő. Na, tessékről jut eszembe, tessék, itt van nekünk egy műsor. Most már az nem menő, hogy idegeneket összezárunk valóságsóba. Most már sztárokat, celebeket kell összezárni valóságsóba. Mert most már, de ez jó, mert nem termelünk ki újabb VV ágicákat, tehát ebből a szempontból jó, mert azzal gazdálkodunk, amink van. Na most karanténba vitték őket nagyon messzire innen, hát élőállatszállítás jut erről az eszembe. Celebek, menjetek. Na most mondták, hogy rengeteg félelmetes dolog van benne, hát én egyrészt láttam, de a legijesztőbb az Horváth Éva volt reggel. Tehát őneki olyan olimpia volt a szeme alatt, hogy most ez Pekingből vagy mi van. Na most Benkő Dániel az mesztelenkedik, de a sokkal gázabb, hogy félreértelmezte a feladatot, mert a saját gyíkunkat nem fogdossuk élőadásba, tehát... Mert ő lazán kiverte, mert nem bírta 8 napig, tényleg. Adásba kiszedte, a Gyérheni, meg azt mondta, hogy ez a Pártosi Sanyi, hogy ez micsoda ösztönember, ő még ilyen ösztönembert nem látott. Hát mondjuk őt is ritkán látják a Vasasba szerintem, így a birkózók között. De hogy mit hitt, hogy törékeny ez a Sanyi? Vagy nem tudom, hogy egy visszahúzódó birkózó? Egy pici bejátszást hoztam erről, nézzük már meg, mert Sanyi beindult. Nézd meg az ujjamat. Látod, hogy nincs rajta bőr? És ez minek köszönhető? Minek? Mert belenyúltam a parázsba, meg és ezért rántottam el a kezem. Ezért... Én segítettem? Nem segítettél. Hát én... minek nyúlkálsz a parázsba? Miért nem mész el az anyádba? Miért nem mész el az anyádba? Miért mész el az anyádba? Milyen jó el vannak, nem? Szegény Benkő, hova menjen a dzsungel közepén az anyjába? Nem lettem volna helyébe, meg. Hát ez másnap nem, hogy két vára fekteti tábortűzre, meg. Hát ez... Betakarja parázsra, nesze aludjál, köcsök. Győzik az óriási, tehát az mindentől retteg. Borej, a szúnyog, ott jön a szúnyog! Mindentől retteg. Sőt, bevezette a nagyon kígyó fogalmát a média történelemben. Borej, ez nagyon kígyó, Borej! Mora, ez nagyon kígyó. Hát egy újabb bejátszást hoztam, hogy lehet a mennyből a pokolba kerülni. Győzik-e, játszik, bátorság próbán. Kettőször kell pörgetned. Először azt kell kisorsolnod, hogy melyik küblit nyitod ki, vagyis melyik állatot és csillagot fogod meg. A másik pörgetéssel pedig nagyon egyszerű, azt kell kisorsolnod, hogy a tested melyik részén viszed át az állatot abba a ládába. Mehetünk, pörgethetünk megint először a pirossal. Yes.
Nem. Csillag! Egy borcsillagot kaptam! Kaptam egy csillagot! Várjál, ne szígyed! Azt hiszi, mennyben van, figyelj! Kaptam egy csillagot! Van Isten! Csak az a probléma. Kaptam egy győző. Az a helyzet, hogy először az állatot pörgeted. Aha. Ja, hogy ez az állatot így van, az a kígyó. Ez meg egy kígyó. Az meg egy kígyó. Ha pörgetsz, akkor ti ez a csillag, anélkül, hogy el kéne minden az állatot. Tehát kell még egyet. Akkor most várjatok, akkor most a kígyó. Jaj, nem, a hagypörgések van még egyszer, neki kígyózatok van. Ugye, az ösztön a dzsungelben, hogy Morel, még egyet hagypörgessek. Hát óriási. Van ez a délutáni celebshow, amit Lilu vezet, abban benne volt, hogy SMS csíkon alul írta egy rajongó, hajrá Győzi, nagyon sok szint viszel a műsorba. Hát maximum egyet szerintem. Én meg azt mondom bátorságpróbának, feküdjél le Falusi Mariannak. Nem tudom, hallottuk-e? A Madártani Intézet, fecskéket, repülőgéppel szállít Tunéziába. Ezek a szegény fecskék már nem tudják, hogy hova kell menni, meg olyan globális felmelegedés van, már repülni se tudnak. Minket miért nem visznek Tunéziába, basszus, tényleg? Hát, nem vagyok fecske, de itt tényleg elmennék. De most az a durva, hogy így elképzelem, hogy ülnek a fapadoson a fecskék. Welcome on board, dear fecskék. Exit this side and this side. Kapitány, köszönti önöket. És így az a durva, hogy mondja az egyik fecske, hogy mi van, zuhanunk? Mi van, zuhanunk? Azt mondja a másik, hát repülünk. És így elképzelem, hogy a végén a Boeing egy ilyen drótra száll le a többi fecske mellé. De hát mondjuk remélem a fecskéket visszahozzák. Néztük az olimpiát? Volt egy ilyen rendezvény, olimpia. Néztük? Baló György, mi az Istennek kellett olyan? Ezt nem értettem. Tehát rájöttem, az ő szája volt a hatodik karika. Tehát ez a... De olyan lényegtelen információkat mondott összefüggéstelenül, tehát ez a... Az otthoni idő. 5 óra. 5 perc. Hogy én ismerem az órát, Gyuri, meg azt mondjad már, hogy ki fog futni, meg úszni, meg ilyesmi. Egy haverom is nézte, Tomi, az olimpiát, de nem értette. Tehát nem annyira bonyolult olimpiát nézi szerintem. Tehát ülni kell a tévéjét, ezt mondani kell. Hajrá, magyarok, nem? Ennyi szerintem az egész. Tomi nem értette. Úgy hívott fel, hogy láttam-e, hogy a Szlovák Lacika aranyérmet nyert. Mondom, te melyik csatornát nézed, ne haragudjál már meg. Mondom, még egy csehszlovákkal talán lett volna esélye. És amúgy is ezüstöt, tehát csak a Lacikát találta el. Cseh László, mindegy. Szerintem a legidegtépőbb sport az női kézilabda. Tehát tényleg 28 percig jók vagyunk, királyok vagyunk, és 2 perc alatt kapunk 43 gólt. Én nem csodálom, hogy ez a mocsai így berekedt a 20 év alatt, hát hogy kell ezekkel ordiválni. Viszont egyetlen egy gyönyörű, csodálatos győzelmünk volt, a románokat megvertük. Hívom Tomit, öcsém, láttad, megvertük a románokat. Hol? A Blahán? A tévében, öcsém, olimpia van, nem nézed? Ja, ő nézte, csak nem látta, hogy azok románok, tehát ő ennyire néz. A Phelps meg van, mint ember, hát képződmény, és ezt csak kizárt ünnére használom még ezt a szó, összetételt. Megvan ez a Phelps, hogy 8 aranyérem, 8 világcsúcs, 8 kéz, és úszik, mint az állat. Na most én arra tippelek, hogy hát így az amerikaiak megnézik, hogy hanyas pályán úszik Phelps, mondjuk 4-es, és oda mennek hajnalba, és így beetetnek, mint a horgászok. Megy a tápra Phelps, mint az állat. Mondjuk a vége van a versenynek, akkor visszazárják egy nagy akváriumba. Psss, na itt úszkálják. Jövünk, hónap után van a 200-as döntő, addig itt úszkálják. Nem véletlen, hogy fel van hajtva a gallér, amikor diátadó van, a kopoltyú, viccelsz? És mindig azt mondják, hogy gratulálunk Phelps, nyeltél? Hát én nem csodálkozok, hogy ez ilyen. Kérdezték Phelpset, mitől fél a vízbe? Hallottuk? Mit mondott? Cseh László. Tehát érted, fehér cáka bekaphatja. Szívgörcs, mehet a pikába, a Cseh László, attól rettegek. Jamaika, hogy fut? Ezen kiakadtam. Lemegy a madárfészekbe, akkor 83 perc ilyen hátkörzés, utána nyak. 20 perc bemelegítés, utána 10 perc legugolás. Utána legugol, 5 perc teljes csend. Majd ennyi a futás, tehát a csávó 4 éve erre készül. Jó, utána még 3 tiszteletkört így fut integetve, de olimpiai csúcson belül van meg az is, így előadó.
Na jó, ha kimegy zászlóira, akkor 10-04, mondjuk. Akkor ki... Mi történt még velem a nyáron? Voltam Kecskeméten egy fellépésen, de megdobtam egy picivel. Úgy éreztem, hogy ki kell próbálnom, ki volt írva egy fehér sátorra a kukoricás közepén, sárkány repülőzés. Dragon flying, benevezek, érted, egyszer élünk. Kecskeméti repülőtér, kukoricás, 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 fehér sátor, kukoricás. Oda megyek fehér sátorhoz, ki van írva sárkány repülőzés, ott egy néni. Kezi csókolom, sárkány repülőzni szeretnék. Néni rámutat a kukoricásra, tessék csak. Hát nem mondom, az nincsen ide írva, hogy a sárkányrepülőt mindenki magának hozza, tehát így... Mi tessék csak? Azt mondja, tessék csak menjen, várja az úr. Tudod, mi ez vidám vasárnap? Milyen úr? Én nézek a kukoricásba, a kukoricás másik végébe egy 19 ezer kilométerre tőlem egy ekkora csávó áll, egy ekkora sárkányrepülővel. Hát mondom, nagyszerű javaslatokat várnék, megye oda valami járat esetleg, vagy visznek, azt mondja, nem, gyalog, gyalog, ja, nagyszerű. Egy ilyen kecskeméti El Caminót így véghez vittem. 23 napig gyalogoltam a kukoricásba. Félúton, ó, mondom, én inkább nem sárkányrepülőzök, megfordultam, ekkora volt a fehér sátor, ó. Hát. Jó lesz ez, kell lesz, kell lesz, kell lesz. Az volt a durva, hogy ahogy közeledtem, egyre idősebb volt a bácsi. Ez nem zavar, de a sárkány repülő is. Na, ez már azért zavar, tehát egy ilyen második világháború szarral azért nem indulnék útnak. Odaérek, mondom, hát tiszteletem. Én lennék az a hülye, akit 39 perce jön szembe a kukoricásba. Azt mondja, láttam már. Láttam már. Bácsi kicsit így be volt lassulva. Mondom, nézze uram, kettő dolgot szögeznék le. Itt az elején, itt a földszinten, hogy... Hát én így meghalni nem akarok, illetve tériszonyom van. Tehát hogy a kettő között maradunk, még élvezni is fogom. Azt mondja, mit ő fosik, fiatal ember? Látom a szemén, hogy fosik. Hát, mert szűz vagyok még Dragonflyingba, tehát így tessék nekem megengedni, hogy fossak. Azt mondja, fiatal ember, fönn még nem marad senki. Ha, megnyugodtam tényleg. Mondom, uram, ez engem nem nyugtat meg, beszéljük már gyorsan át, hogy itt a földszinten, hogy mi lesz majd az égbe. Azt mondja, nézze, fiatalember, ez itt a gép, itt. Itt én ülök elől, én vagyok a pilóta. Maga hátul ül, kapaszkodik, veszettül. Na most felszállunk, amikor felszálltunk, itt majd a műszer majd mutassa, itt, amikor 300 méter magasan vagyunk, fiatalember, akkor... életveszélyes mozdulat fog következni. Én az egyik kezemmel el fogom engedni a kormányt, és hátra fogok fordulni magához, hogy minden oké. Maga pedig azt fogja válaszolni, minden oké. Mik ezek szabályok? Ja, és ha nem oké? Na, ha nem oké, akkor most jól figyeljen, fiatalember, ha nem oké, akkor bal és vagy. Vártam volna több opciót azért. Jobb, kézzel a vállamat ütögesse meg, sűrűn. Ször, yes, ször, mindent értettem. Utolsó záró kérdésem, mi számít nem okénak, hogy így azért tudjam? Azt mondja a bácsika, nem oké? Mit tudom én, ájulás. Ájulás. Nagyon fasza lesz, hát ha én elájulok, én egy nagyot ütök, nem kézzel, homlokkal itt. És akkor tudja, légy szíves, tehát az a lényeg, hogyha 300 méter magasan téged somebody így vába, fejjel, nem oké, nem oké. Azt mondja, mit fosik, fiatalember. Hát ez ment. Szálljunk fel, kezdődik. Felszállok, felülök mögé. Behőrrenti. 12 és fél perce motorozunk a kukoricásba. Hallod, a lábam végig leér. Komolyan mondom.
nem mondom, hogy ő tudja, én már nem szólok itt bele. Hát így a jól nevelt vagyok, így a 15. percben így nem sűrűn, csak így... Azt mondja, mi van? Hát mondom, nem nagyon szólnék bele főnök, csak érdeklődés szintjén kérdezem, hogy így felfele nem... Kis Ádám idén megnősült. Őt szokás a tini lányok bálványaként emlegetni a stand-uposok között. Nem vitás, hogy neki van a legtöbb hölgy rajongója, de lányok, Ádám nagyon-nagyon hűséges típus. Ő az, aki még szex közben is a feleségére gondol. Hol lehet, most mit csinálhat, hazaértem el. A színpadon Kis Ádám. Megkezdjük a műsort. Lehúltak a fények, vagy csak Lagzi Lajcsi a házban. Úgy előttem van, hogy kopogtatnak át a cellatársak, hogy Lajcsika, fújd már meg a trombitámat, drága szülemet. Nem lennék a helyébe, meg most már kijön megint, meg megint bemegy. Most már olyan, mint a feng shui egy picit, hogy kijön a csi, bemegy a csi, a Lajcsi. Most ez van. Köszönöm. Orbán Viktor lett az év embere, Politico lap szerint, tehát nem a magyarok szavaztak. Felcsút meg az év városa, úgyhogy faluk, az durva. Az durva. Mit nem szabad játszani Vida Ildikóval? Amerikából jöttemet, azt hiszem. Ő onnan ritkán jön. Ki vagyunk a foci EB-n, csodálatos dolog. Tényleg megdöbbentő volt látni a norvégok ellen, hogy tudatos játék van, tehát hogy annak passzol, aki ott áll. Hát ilyen nem volt. Ilyen nem volt korábban. Még a Hajdú B. Pista a kommentár is elszólta magát élőadásba, azt mondja, kezdem azt hinni, jók vagyunk. Még ő se hitte el, amit lát. Szlovákia simán kint van a foci EB-n, csak mondom, Szlovákia egy nagyobb erdő itt fölöttünk. Azoknak mondom, akik nem tudják. Szerintem Magyarország a foci EB-n az körülbelül olyan lesz, mint Gangsta Zoli a Die Hard 5-be, hogy 50 percen nézed a mozit, ott volt, ott ment, ott volt! Láttad? Nem? Hát miért nem figyeltél, ott volt, ott ment? Lesz egy szép pillanatunk, erre gondolok. Itt volt a Mikulás, mármint ez a mindenki Mikulása, ami egyszer jön egy éven, nem a Mészáros Lőrinci, ami minden hónap 6-án. Egy jó közbeszerzése. És a navosok megbüntettek egy Mikulást, hogy kezdek aggódni, hogy a Jézuska számlaképes-e egyáltalán, vagy katázik, evázik, vagy nem tudom. Nem tudom, ott mi lesz. Híradóba kaptam el csuda dolgot. Zala megyében falunapon verekedés tört ki vasárnap. Hát ilyenek ezek a zalaiak. És lement a híradó. Tényleg breaking news kategória, lássuk be. Tehát egy verekedésért azért érdemes egy 250 kilométert utazni. Megállítottak egy ilyen biciklis bácsit. Amúgy mindig ezeket a bicikliseket. Tehát aki bicikli nélkül eldőlne, azt kell megkérdezni. Mit tetszettek szólni, hogy itt volt vasárnap verekedés? Azt mondta a bácsi, ő igen-igen megdöbbent. Nem csak ő, mindegyik. Mert itt a verekedések szombaton szoktak lenni. Vasárnap. Hát hova tart ez a világ? Ha már televízió, újraindult kedvenc műsorom, Maradj talpon. Nagyon szeretem, mert a nyugdíjasok is szabadeséssel távoznak. Szelet bungee jumping nekik is jár, ugye a Sziget Fesztiválon. Szigeten 15 000, ott meg ingyen van, csak szarú kell válaszolni Gundinak. Úgy elvárnám, hogy legalább az idősebbeket úgy kicsit összeráncsa Gundi ott zuhanás előtt, hogy Erzsike, most tessék izgulni, Erzsike, most tetszik eltűnni egy G-vel. Mivel, aranyom? De nem ez a felkészítés. Nem ez. Erzsike, kitetszettek esni, semmi baj, itt vannak még 73-an. Gyorsan meséljen magáról. Jó. Szabolcs-Szatmár Bereg megyéből érkeztem, kérem, 3 unokám van. Van az Áronka a legkisebb. Ő május... Soha többet, Erzsike. Ha mi kell ezt csinálni szerencsétlenekkel, hogy miért nem lehet visszaszámolni, vagy 3-2-1, vagy valami. Hány Erzsike harapta a nyelvét útközben? Azt már nem írja ki Gundi. Az élet megy tovább. Paulics Béla művész úr egyszer játszott volna, ő így esett volna, így...
Szólj már, nem vagy Béla! Becsuknánk ezt a szart! Úton vagyok! Minnyien már megy a híradó utánad az anyád, Gyurcsány? Gyurcsány lenne az egyetlen lúzer, aki úgy esne le, hogy még ki se nyílt. Feri! Feri, ne bóckodjál már! Megcsináltam! Várjál már! Itt még csak bemutatkozni kell! Na és ennek a reciproka, hogy mindenkinek kedvezzünk, Orbán Viktor miniszterelnök úr, aki azután se esne le, miután kinyílt. Rá még az se hat. Elfogadom. Bundinak kéne ott kellemetlenkedni, hogy miniszterelnök úr! Hát, ha nyitva van, viszontlátásra. Jönne vissza, hajrá Magyarország! Igaz a hír, megnősültem, de ne szomorodjunk el, ez egy vidám műsor. Igen, megkaptuk a DVD felvételeket, hogy most már én is tudok mesélni a Lagziról, mert idáig úgy volt, hogy milyen volt, hát... Nagyon jó volt. Túltáncoltam magam végkimerülésig. Táncoltam, Korda Gyuri bácsi volt a fellépő. Mám, arra meg azért lehet, úgyhogy apósom szeret ki a tömegből, mint egy tekkes. A rosszul lét előtt anyósom pacskolt ilyen vízzel, mint egy boxmeccs szünetébe úgy nézhettem ki. Aztán pedig megkaptam anyámtól a második sárgát, és kiállítottak a saját Lagzimról. Végkimerülés címszóval. Aztán jártunk Nászúton legfrissebb feleségemmel, Amerikában engem még beengedtek, Ildikóval ellentétbe. Egy nagyon jó barátom él kint, ő várt minket a Los Angeles-i reptéren, jókedvel, bőséggel. Megyünk a parkoló felé, amerikai a csávó, David, rányom egy ilyen lakás méretű fehér kocsira, így pik. Mondom, figyelj már, David, excuse me, meg minden, hogy te jöttél ezzel a mentővel? Mondja, ha nem mentő az, az a fehér terepjáróm. Hát akkor anyádat. De tiszta szívemből, tehát nem viccelek meg ilyesmi, hanem te ott rohadjál meg, ahol vagy. Hát milyen lehet a fekete? El sem merem képzelni, hogy ez csak a fehér terepjáróm, egyen meg a szívedet. Beültünk a kocsiba, mondom, a könyöklőn egy szegedi család elüldögél. Hát az egy másfél méter. Kikanyarodtunk a reptérről, az rögtön egy négysávos autópálya, hát azonnal erekcióm lett, én az életem felét autópályán töltöm, úgyhogy nagyrészt magyaron, elő is vettem a nagy angolomat, nagyon nagy angolom van, picit jobb vagyok, mint a Vida Ildi, mert én befejeztem a sárga hedvét. She didn't. Mondom a Davidnek, ó David, négysávos útra, ó David, Big Streets. Big Street. Ó, Hungary. Small Street. Big Street. Very, very big street. Big, big street. Azt mondja erre, David, várjál csávó, mert most megyünk a Big Streethez. Kérem, majd beletorkolottunk egy 8-sávos autóba. 8 ember. Hát kiégtem teljesen. És nagyon érdekes, Amerikában lehet jobbról előzni, de hogy szombatonként az M7-esen mennyi amerikai van, nem? Én meg csak szimplán azt hittem, parasztok. Nagyon hülyék az amerikaiak, gondolom ezzel újdonságot nem árulok. Most húzzuk ki magunkat, mi magyarok. Jaj, de hülyék az amerikaiak. Azt mondja nekem egy csávó. Where are you from? Mondom, Hungary. Azt mondja, out of country. Azután érdeklődött a lelkem, hogy Amerikán kívül van-e. Hungary. Hát mondom, hogy... Little bit, tehát... Kicsit nagyobb a csulázzál, kollega, mert... Van köztünk ez a kacsás, és akkor Wasser, az óceán, köszönöm, és ott már mi jövünk, ott már jövünk. Érti ő, érti. Azt mondja, busszal érkeztem? Mondom, hogy ott a kacsás, nem érted? Aki a legokosabb volt, őt kitüntettem, megkoszorúztam, a legokosabb volt Kaliforniába, azt mondja, ő tudja, hol van Magyarország, mert az ő nagymamája ott lakik, Bécsben.
60 kilométer van határtól, gratulálok, fiam, az már. De már győztél, és elvittek minket egy étterembe, és ott dicsekedtek az amerikaiak, hogy ez olyan étterem, hogy az étterem ajtóba leadod a kulcsot, és ők elállnak a te kocsiddal, neked ezzel nem kell foglalkozni. Tényleg milyen megalázót letenni a rakott krumpli előtt a verdát, nem? Tehát fölháborító lényegében, és ott dicsekedtek, hogy csak odaadod a kulcsot. Na és itt jöttem én, mondom, ne dicsekedjetek, köcsögök, ebben mi konkrétan megelőztünk titeket. Nálunk Magyarországon oda se kell adni a kulcsot. Ugyan állnak, mint a szar. Köszönöm szépen a figyelmet. Boldog új évet! Jó estét kívánok, Kis Ádám vagyok. Általában itt van Zuckerberg Magyarországon, a Facebook-si királya. Általában trafikmutyi. Vagy táncolni jött, szabad egy táncra. Meghívót nem küldött viszont, na mindegy, ennyit Mark Zuckerbergről. Ha már internet, nekem elromlott a televízió, és hívtam egy kábel TV szerelőt. Azt mondták, hogy hát majd reggel 7 órára érkeznek, 3:01-kor. Kokogtat egy kollega, ez még március végén volt. Azt mondja, hogy ne haragudjak, de tegnap volt ez a óraállítás. Hát mondja, igen, csak ő ezzel megmagyarázta a 7 órás késés, volt most ez az óraállítás. Első mondata a lakásban, használhatná a mosdót. Kérlek, vendégem vagy. 35 perce benn van az úr a mosdóba. Mondom a csajomnak, ez félreértelmezte a feladatot. Hogy nehogy oda szarja valami plazma tévét. Ki fogja azt kifizetni? 35 perc után jött ki a második mondata a lakásba. Most egy darabig nem mennék be. Csak ámultam és bámultam. Oda ment a tévéhez, azt mondja, ebben nem is jó a kártya, és elment. Ezt mi megnyertük. Úgyhogy ez valami olyan szintje a kábelfektetésnek, hogy... Én ezt a szolgáltatást nem rendeltem meg, az teljesen biztos. HBO nincs, de büdös van még azért mindig, úgyhogy... Na, emiatt, hogy nem volt kábel tévé, nem mintha ez határozná meg mindennapjainkat, de elkísértem barátnőmet a... Egy 5 éve van barátnőm, de ne legyünk szomorúak, ez egy vidám műsor. Hogy elkísértem a barátnőmet glamour napokra, életemben először és valószínűleg utoljára. Nem tudom, tudjuk-e a férfi társaktól kérdezem, a glamour napok az micsoda? Ez amikor kimossák a nők agyát, a glamour napok. Több diplomás nők megbolondulnak, glamour napok mennek, mint a zombik a West Endbe, mert glamour napok van. Na most én nagyon utána jártam, glamour napok egyenlő, 20% kedvezmény. Szinte minden héten találunk ilyet, nem? Ahol van 20% kedvezmény, nem baj, be kell menni 6 millióan sorbálni. Elkísértem a barátnőmet, leültem egy ilyen próbafülkel, és egy perc alatt kijött 243 ruhába. Más mondtam, melyiket kell nézni, mert annyi nő volt ott. Mondta, hogy le is cseszett egy picit, hogy én nem vagyok határozott, én nem mondom el a véleményemet se, vagy egyik ruháról se, úgyhogy eldöntöttem a következő ruhát, nagyon kritikus leszek. Ha tetszik, ha nem, el fogom mondani a véleményemet. Kijött, kilibbent, mondom, figyelj, ez borzasztó, ezt most vedd le. Azt mondja a csajom, hülye, ebbe jöttem. Ebbe menjél is. Úgyhogy... Big Streets. Azt mondja, várjál csávó, mert ezen megyünk a Big Streetshez. Majd rákanyarodtunk egy 8 sávos autópályára, ember 8, tehát M1, M5, M3, M7, egy irányba, bazd meg! Az mennyire kemény! Mondom, Davidnek 8. sávba akarok menni, mondta, oda születni kell, az nem úgy van. Az nem úgy van, hogy te ott eldöntöd, oda mész. És képzeljétek, Amerikában lehet jobbról előzni, mert annyi sáv van, hogy ez így megengedi az ottani kressz, de hogy szombaton délutánonként az M7-esen mennyi amerikai van, nem? Én csak szimplán azt hittem, parasztok. Azt mondja, David, 25 mérföld múlva lemegyünk, úgyhogy kezdjek el indexelni az autópályát. Szóval 1,8, az olyan, mintha így Fehérvárnál indexelné Pestre, hogy ó, jön. Ott jön már, anya, tegyed ki már, ott jön már. Elmentünk étterembe, meghívtak minket, nászút van meg, honeymoon. Elmegyünk étterembe, megállunk az étterem előtt, ott dicsekedtek az amerikaiak, hogy itt olyan van, hogy leadod a kulcsodat,
hogy az étterem ajtóba is ők elállnak a te kocsiddal. Neked ezzel nem kell foglalkozni, tényleg milyen megalázót, nem ott a rántott hús előtt Y-ba betolatni. Tehát tényleg nem fér bele, nem fér bele. Hogyha leadod a kulcsodat és elállnak, mondom, figyelj, ne dicsekedjél, ebbe mi konkrétan magyarok megelőztünk titeket, nálunk, oda se kell adni a kulcsot. Úgy elállnak reggelre. Soha többet nem látom. Ez kb. 3 hete volt, nem viccelek, beültünk ebbe az étterembe, és élőben ment az amerikai tévén a Voice, ahol a király Viktor énekelt, és le volt némítva, mondom nekik, hát figyelj már, watch this van. Hát, Hungarian music talent. Adjál rá hangot, jó gyerek, Hungarian guy. Ezt kérdezi ott a pincér, hogy milyen Hungarian guy? Hát mondom, énekes, hogy hívják? King Viktor. Á, Prime Minister. Vásároltam egy boltban, és kérdezte a néni, hogy what a lovely couple, milyen aranyos kis pár vagyunk, és mondtuk, hogy honeymoonon vagyunk, és képzeljétek, 20% kedvezményt kaptunk, csak azért, mert összeházasodtunk, hogy kicsit pozitívabb a szemlélet ott. Magyarországon az összeházasodtam, majd elválsz, köcsön. Annyira negatívok vagyunk, nem? De azon gondolkozom, hogy minden magyar ember negatív, álljunk össze kettesével, mert negatív-negatív az pozitív. De a magyarok egyetlen egy dologban értenek egyet, hogy utálják egymást, ez teljesen. Képzeljétek, Gangstával, meg Dombival, meg jó másik sok humoristával nyomjuk az országot ilyen turnéba, rosztoljuk a Gangstát, és minap Győrbe sétáltunk, Dombi, meg az öreg rocker, meg én, és életünk legokosabb rajongója jött velünk szembe, már amikor közelítette a látod, úgy látszott a szemén, hogy megörült, hogy az első mondata az volt, azt mondja a csáó, itt vagytok Győrbe? Egyelőre úgy néz ki, igen, itt vagyunk Győrbe. Bepufferelte egyből, itt vagytok Győrbe? Na jó van akkor. Azt mondja, olyan sokat gondolkodtam, ide merjek-e jönni. Mondom, hogy döntöttél? Úgy meg zavarodott, elszaladt a csávó teljesen. Nem tudta feldolgozni. Ismeritek fel Méri Pétert? Péter egy ilyen pörgőnyelvű humorista. Nem siet sehova. Azért nem siet egyen meg, mert a Forrest Gump meg az esőember közös gyermeke. De ezt nem mondjátok el neki. Képzeljétek, hogy egy héten volt a lagzink, még jó, hogy nem egymással. Jó estét kívánok, Kis Ádám vagyok. Általában itt van Zuckerberg Magyarországon, a Facebooksi királya. Általában Trafik Mutyi. Vagy táncolni jött, szabad egy táncra. Meghívót nem küldött viszont, na mindegy, ennyit Mark Zuckerbergről. Ha már internet, nekem elromlott a televízió, és hívtam egy kábel-tv szerelőt. Azt mondták, hogy hát majd reggel 7 órára érkeznek, 3:01-kor. Kopogtat egy kollega, ez még március végén volt. Azt mondja, hogy ne haragudjak, de tegnap volt ez a óraállítás. Hát mondja, igen, csak ő ezzel megmagyarázta a 7 órás késés, volt most ez az óraállítás. Első mondata a lakásban, használhatná a mosdót. Kérlek, vendégem vagy. 35 perce benn van az úr a mosdóba. Mondom a csajomnak, ez félreértelmezte a feladatot. Hogy nehogy oda szarja valami plazma tévét. Ki fogja azt kifizetni? 35 perc után jött ki a második mondata a lakásban. Most egy darabig nem mennék be. Csak ámultam és bámultam. Oda ment a tévéhez, azt mondja, ebben nem is jó a kártya, és elment. Ezt mi megnyertük, úgyhogy ez valami olyan szintje a kábelfektetésnek, hogy én ezt a szolgáltatást nem rendeltem meg, az teljesen biztos. HBO nincs, de büdös van még azért mindig, úgyhogy na. Emiatt, hogy nem volt kábel tévé, nem mintha ez határozná meg mindennapjainkat, de elkísértem barátnőmet, egy 5 éve van barátnőm, de ne legyünk szomorúak, ez egy vidám műsor,
hogy elkísértem a barátnőmet glamour napokra, életemben először és valószínűleg utoljára. Nem tudom, tudjuk-e, a férfi társaktól kérdezem, a glamour napok az micsoda? Ez amikor kimossák a nők agyát, a glamour napok. Több diplomás nők megbolondulnak, glamour napok mennek, mint a zombik a West Endbe, mert glamour napok van. Na most én nagyon utána jártam, glamour napok egyenlő 20% kedvezmény. Szinte minden héten találunk ilyet, nem? Ahol van 20% kedvezmény, nem baj, be kell menni 6 millióan sorbálni. Elkísértem a barátnőmet, leültem egy ilyen próbafülkel, és egy perc alatt kijött 243 ruhába. Más után melyiket kell nézni, már annyi nő volt ott. Mondta, hogy le is cseszett egy picit, hogy én nem vagyok határozott, én nem mondom el a véleményemet se, vagy egyik ruháról se, úgyhogy eldöntöttem a következő ruhát, nagyon kritikus leszek. Ha tetszik, ha nem, el fogom mondani a véleményemet. Kijött, kilibbent, mondom, figyelj, ez borzasztó, ezt most vedd le. Azt mondja a csajom, hülye, ebbe jöttem. Ebbe menjél is. Úgyhogy ebbe mentünk is. Ennyit a glamúrapokról. Azt jó, hogy én meg tudom állapítani, hogy melyik a barátnőm. Nem így járt, Zoltán nevezetű úriember, legyen ő is milliómosba, kaptam el. Mondta, Fiderikó, szervusz, Zoltán, honnan érkeztél? Tatabányáról. Mivel foglalkozol? Informatikus vagyok. Ki kísérte? Zoltán, barátnőd? Azt mondja, Zoltán, nem most csak a párom tudott eljönni, a barátnőm most sajnos nem. És a csaj is ott szembesült ezzel, hogy rohadjál meg, Zoltán. Azért ez így elég durva elsőre. Ha már tévéműsorok és hölgyek, a Maradj Talpomba kaptam el egy hölgyet, költőt kellett neki, nagyon híres magyar költőt kitalálni, vezetéknév három betű, harmadik betű Y. Hát itt már azért a profibbak meglennének. Petőfi? Nem. És a Endre, az szinte teljesen meg volt adva a keresztnév. Na most a hölgy első típje így Endre. Magyar televízióba. Azt mondta a Gundi, hogy nagyon vicces, csak haladjunk egy picit, mert minnyáján el tetszik tűnni egy G-vel. És az utolsó típje az volt a hölgynek, hogy úgy Endre. A legrosszabbat választotta, azt mondta, ő még erről életében nem hallott. Hát se Lila 500-ason, se iskolába, se utcanévtáblán, meg még mondd is el a tévében, mekkora gyökér vagy, gratulálok. Ő ezzel nem foglalkozott. Havrom dolgozott a McDonald's, amikor odament egy ilyen helyi hülye hölgy, és azt kérdezte, hogy melyik az olcsóbb, ha itt megeszem, vagy elviszem. Azt mondta Havrom, hogy Isten igazából, cicám, ugyanaz. Azt mondja a csaj, akkor minek kérdezgetitek annyiszor? Igen, köszönöm a hölgy nevébe. Na, tesóm szült, tesóm nő. És ha már a nőknél tartunk, tesóm szült, és én pedig nem ájultam el, mert hogy én legendásan nagy ájulós vagyok, és családom még fogadásokat is kötött, hogy elájulok, vagy nem. Nem ájultam el, nagyon büszke vagyok magamra. Mondjuk több száz kilométerre voltam, de hát ez nem volt benne a fogadásba. Én a vértől, külön a betűktől, V-E-R, mind a háromtól rossz, nagyon rosszul vagyok. Én ezt nem bírom idegileg. Egyszer volt nyíltörés focipályán, nem nekem, ott egy csávónak. Nézem, ott nagyon nyöszörög a kapufánál. Hát mondom, figyelj már, ez ilyen igazi. Mondja a csávó, ja, és ő tudta, hogy én ájulós vagyok, azt mondja, te még itt vagy? Mondom neki, hát én hova ájuljak, ez borzasztó. Azt mondja, a csávó nyíltöréssel a lábán, ide ne, ez beton. Még ő aggódott, menjél füves területre, hülye gyerek, hát megütöd magad. Ahol még elájulok, az a hirtelen stressz helyzet, hát az pedig a baj, három betű. Mondok egy példát, tavaly nyáron rátolattam egy haverom lábára, és mondjuk pont traktorra, és mindegy, kiszálltam, mondom, mi volt ez a dübögés? Haverom meg így, átoltál lábamra? Én. Elájultam. Magamhoz értem 10 perc múlva, mondtam neki, hogy én ennél jobban nem tudom sajnálni, ne haragudjál már. Ez a maximum. Köszönöm.
De az egész, ahol elkezdődött, az az általános iskolában volt az ájulásom. Én 8 évzáróból 8-ból elájultam. Ezt így kell csinálni. Szerintem én az évzárókat idegileg nem bírtam feldolgozni. Tehát ez a napon állni öltönybe, egy sorba, vigyázba, himnusz énekeljet szépen. Az én himnuszomat úgy hívtam ájulás előtt, szúnyog himnusz. Ez a következő képen van, ez a... Megbűnhődtem, mindig addig jutottam. Egyszer ötödikben nem ájultam el, azt mondja osztályfőnök, hogy nézzétek már gyerekek, Ádámkát nem ájult el, Isten csak nincs valami baj. Ezek teljesen sokkot kaptak. Nyolcadika meg már program voltam, tehát igazgató úr beszéde, Kis Ádám elájul. Himnusz szózat vakáció, menjetek hova akartok. Ahol még rendszeresen elájulok, az pedig a vérvétel, oda most már egy nappal hamarabb megyek nézelődni, hogy szokjam a csempéket, ó, majd holnap jövök. Ez egy mentális felkészítés, mondom a nének hányra jöjjek, azt mondja 5-re. Na, király, nem reggel, de... Disznót is vágunk, vagy csak kérdezem, akkor egy simmát feldobok, vagy becsekkolunk esetleg, megyünk valahova. Azt mondja nekem a néni, ő viccelt. Mondom neki, hogy akkor mikor? 4:30. Ez a vicc. 4:30 kell jönni, így rögtem így. Ilyen jó viccet még életemben nem hallottam. 4:30-hoz is nagy duma van, azt mondja, azért kell 4:30, mert akkor nincsen még itt senki. Hát ez milyen jól tetszik látni, kezicsókolom, mert én se, úgyhogy mindenki vélekére nincs itt senki. A világból ki lehet azzal kergetni, nem lehet inni meg enni ételt vérvétel előtt, úgy kell menni. Ez egy emeletes hülyeség szerintem emberek. 2013-ban ott tartunk orvostudományilag, hogy embereket tudunk már klónozni lassan, meg balbokát cserélünk jobbokára, nem? Meg főcuppantod a zsírt, meg aláhajtod, meg visszahajtogatod, meg izé. A csajok meg viszik vissza a ciciket, mint a videótékára. Nem ez van? Kisebbet, nagyobbat, téli gumi, nyári gumi, nem ez van? Pasim szétszopkodta. Azt 5 perc alatt befoltozzák a körúton. Én meg nem eltek meg egy kifli véget 4:30-kor? Miért nem? Kicsit zárkózom már fel az orvostudomány is, tehát engem nem zavarna, hogyha 7:30-ra mennék reggeli után, leveszik a vért, és akkor kimutatják, hogy van a véremben meleg szendvics. Így jönne a doktor úr, Áránka, megjöttek a labor eredmények, azt mondja, a fehér vérsejt 5,2, magyaros vajkrém 1,4. Az anyád úristen itt, Turoruli 0,3, na. Én meg nem ájulék el. Mindegy, mentem 5-re, természetesen elájultam. És mondjuk én attól elájulok, ha önmagában 5 óra van, tehát nagy meglepetés nem ért. 2 dologra emlékeztem, amíg ott voltam, 2 ilyen csapkodásra. Az egyik az volt, hogy tessék szépen lazítani. Meg sem mondom, mennyire laza vagyok 5 órakor. A másik csapkodás az közvetlenül utána jött, egy ilyen fiatal ember. Csukrom, kezdődik már? Ó, készen van. Hát ez nem is fájt egyáltalán. Mondom, a tillendőségből kell még itt valamit csinálni esetleg. Azt mondja a néni, hát ha gondolja, szorítsa erősen. Uramisten. Szabadrugás is tetszik róla? Nem az fiatal ember, a vattát. A kis keresztkérdésem negyed 6-kor, hogy milyen vattát? De ami a kezén van fiatal ember, és akkor látom, hogy ilyen vatta. Ja, vérvételen vagyunk. De hogy mi történt a két csapkodás között? Én nem tudom, megvan-e még a vesém? Ez még nem biztos. Köszönöm szépen a figyelmet. További. Kis Ádám következik, aki korábban a Tini Lányok bálványa volt. De most már az ő rajongói is betöltötték a 18. életévüket, ami Ádi előtt új perspektívákat nyithat meg. Fogadjuk szeretettel Kis Ádámot. Jó estét kívánok! Na hát röviden 2012-t kellene itt összefoglalni, nagyon röviden úgy tudnám összefoglalni, hogy volt. Hát az, hogy volt 2012, jó volt vagy rossz volt, azt majd mindenki otthon eldönti magának. Én azt mondom, hogy csak pozitívan előre. Nálam egy picit a félreértések éve volt 2012, mert hogyha ilyen sok negatív gondolat veszi körül az embert, hajlamos önmaga is negatívvá válni. Mondok egy példát a saját életemből, megállok a McDonald's-be. Mondja, a csaj, görög hetek vannak. Ó, még kölcsön is kell adni, vagy mi?
Mondja, ne.